Nem voltak már pásztorok, nem voltak gyülekezetek, hanem... Mi az, hogy használtam? Jó, igen. És úgy volt, hogy nem egy gyülekezet volt, ezért akarja Isten azt, hogy egységben legyenek a pásztorok, meg az emberek, a gyülekezetek. Kezdjenek el egymáshoz csatlakozni, többet találkozni, közös rendezvény, közös evangelizációt létrehozni. Ez már a pásztorok üzenete. De hogy értsétek, hogy azért akarja, mert hogy egy gyülekezet lesz, és hogy ezt megelőzi nagyon csúnya dolgok, már most elkezdődtek. És nagyon fontos azt tudni, hogy ez idő alatt mi keresztények, és ez az egy gyülekezet, egy olyan fajta védelem alatt leszünk, hogy olyan volt, mintha egy burokba lennénk, így tudnám elmondani, mint egy körbe lennénk kerítve egy burokkal, és az a város, ahol voltunk mi, az úgy nevezte Isten, hogy a védett város. Értem én, hogy ez valahol a pusztai meredékhelyre akar utalni, csak az a helyzet, hogy ez a leírás, amit majd ezután is fog vagy mondani, ez nem illeszhető bele a Bibliába. Emellett nekem sokkal inkább szöget ütött a fejembe egy olyan gondolat, még régebben hallottam ezt, aztán Sós Péternek az egyik tanításában, de évekkel ezelőtt volt. Még a mai napig fel lehet biztos keresni az interneten, ahol valaki valahol Amerikában egy proféciát látott. Na most ezeket én, főleg amikor Sós Pétertől jön egy ilyen, ezeket mind nagyon erősen zárójelbe szoktam ratni, és annak mértékében kezelem. Viszont valamit azért tudni kell az ördögről. Hogy ő mindig szokott valami olyan dolgot mondani a hazugságaival, amiben van igazság is. Na mindegy, a lényeg az, hogy ebben a proféciában azt szerepelt, hogy az ördögnek lesz egy kvázi bázisa valahol Egyiptomban, vagy valahol az afrikai régióban, de valószínűleg Egyiptom, mert ugye a bibliai proféciák is írnak arról, hogy király lesz ott, akinek az összes Egyiptom összes aranya meg ezüstje a birtokába fog kerülni. Szóval ez így még el is képzelhető. És azt mondta ebbe a proféciába, hogy ott lesz a fenevadnak egy ilyen bázisa, egy ilyen főhadiszállása, hogy úgy mondjam. És oda fognak gyűlni azok az emberek, akik szeretnének élelmet kapni, szeretnének hát életben maradni kvázi, mert akkor lesz az éhiség, hogy csak ott azok a világpolgárok fognak majd valamilyen szinten boldogulni. Na már most én nekem erről az jutott eszembe, hogy ezek a személyek, ugye folytatta, és akkor mondta, hogy lehet, hogy nem is pont ebbe a proféciába, de azt hiszem ugyanebben a tanításban folytatta, hogy lesznek olyan emberek, ezek a úgynevezett nem virágpolgárok, mert három kasztra lesz majd osztva az egész emberiség, lesznek a virágpolgárok, akik utazhatnak jobbra-balra, azok nem lesznek igazából korlátozva. És akkor nekik rajta lesz a fejükön, meg a kezükön a pecsét, lesz a második kaszt, azok a, hát én nem tudom, mire lehet őket nevezni, olyan emberek, akik ilyen droidok, tehát végrehajtó, kiszolgáló személyzet, akik egyenruhában vannak, az emberi jelenvonásoktól teljesen mentesek. Tehát olyan, mint hogyha már a 30. Covid oltást is megkapták volna. Kiirtotta belőle minden emberi tényezőt. Ők nem utazhattak sehova, de bemehettek a városba dolgozni. Munkájuk végével pedig hazamehettek. Na most a fordulat ebben az, hogy nem is fordulat, ez igazából a lényeg, hogy ezek a személyek, hogyha levágtak egy olyan üldözött szemét, akik kint voltak a pusztába, tehát a városon kívül, erdőkben, mezőkön éltek meg ilyenek, tehát azok, akik tényleg nem vették fel a fenevad bélyegét. Hogyha egy ilyen embernek levágták a fejét vagy kezét, és beszolgáltatták a hatóságnak, mondják ők, akkor ők felemelkedhettek világpolgári szintre. Most ez amúgy elképzelhető, mert ilyenről ír a Biblia is. Csak azért mondom ezt, azért kapcsolom ezt ide ilyen narrációképpen, mert én pontosan így tudnám ezeket a jelenségeket elképzelni, hogy védett burokba lévő város, ilyen nincsen. Ez nincsen. Tehát ezt eleve nem is lehet így elképzelni, hogy egy helyre összejönnek az emberek, és akkor védett burok. Nem, szóval Isten nem így dolgozik. Egyáltalán nem ilyen.
Én sokkal inkább el tudom képzelni azt, amit a például a Dániel könyve 11. fejezet 31. verse ír, hogy seregei felállnak, meggyalázzák a szent várat, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják a vészhozó undokságot. Az istentelenek család hitszegést követnek el a szövetség ellen, ugye ez a hamis egyház, a nép azonban, amely ismeri Istenét, kitart és cselekszik. A nép értelmesebbjei sokokat belátásra bírnak, egy ideig mégis hullanak a kard, a láng, a fogság és a rablás miatt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy itt van ilyen rablás is, akkor azt lehet feltételezni, hogy nagy a szegénység. Vagy legalábbis ők mindenképpen ki vannak téve ennek. De miközben hullanak, némi segítséget is nyernek, bár igen sokan álnokul csatlakoznak hozzájuk. Most itt megnéztem az eredetiben mi van. Ez az állok csatlakozás, vagy igen, egy másik fordításban nem pont így fogalmaz, hogy családbeszéddel hízelegnek nekik. Megnéztem az eredeti fordítást, és ott az van, hogy ilyen esetlen, ilyen botorkáló, botadozó, tehát ilyen beszéddel, mint hogyha valaki szeretne, ugye, mint aki tetteti a hülyét. És akkor ilyen kérdéseket tesz fel, nem ismerős ez? Játssza a hülyét, hogy minthogyha ő szeretne, és akkor a báránynak a bőrébe bújva jön, ő szeretne csatlakozni, szeretne ennek a fantasztikus krisztusi közösségnek a része lenni, és akkor így, hát ő érdeklődik, szeretne tudni többet, és akkor ilyen, hát igen, látszik rajta, hogy nem igazán hozza a gyümölcsöket, esetleg ilyen, csettik, botlik, de hát érdeklődik, még most forra ki magát. De és azt mondja, hogy ilyen emberek jönnek, és ezek azért jönnek, hogy rontást hozzanak az igazi Krisztus követőknek. Az értelmesebbé közül is elhurranak többen, hogy ők is próbatételt szenvedjenek, kiválogassák őket, és megtisztuljanak az előre meghatározott ideig, mert más idő is lesz. Egy másik fordításban úgy van, hogy egy ideig. Tehát ugye ismerjük, hogy az utolsó 7 évben fogva, vagy az utolsó 3,5 évben van ilyen idő meghatározás, hogy 42 hónapig, az időkig és a fél időig, ez a 3,5 év, és van ugye a 3,5 év. Bocsánat, ez az 1260 nap. Tehát ilyen hármas példázatban adja meg az Úr ezt az időbeosztást, és itt egy másik fordításban, és így van megadva, hogy egy ideig, tehát egy évig, gondolom én, ezt így feltételezem. És ott voltunk mi, és mi onnan ragadtattunk, és rosszul fogalmaztam meg eddig, szóval úgy tudnám elmagyarázni, inkább elmagyarázom, mert nincs békesség. Mint Fülep evangélista, hogy egyszer itt igen, volt, egyszer hogy ott. Még ott voltunk a védett városban, és Isten azt mondta, hogy Vivien, te a gyerekeiddel és a férjeddel most ott lesztek, és ezt is ezt kell mondanotok. És akkor egyik helyről, onnan a védett városból ott voltunk egy családnál, el kellett mondanunk, ők hoztak egy döntést, és jöhettek velünk a védett városba. És ugye akkor már így evangelizáltunk. Tehát akkora volt a bűn és a nyomor, hogy Isten közbe védte az önnépét is, tehát míg a mocsok árat, addig a keresztények mi is természetföldi csodát tettek. Mi egy helyen voltunk, volt táplálékunk, mindenünk, de hogy valamilyen okból kifolyólag eszünk ágában nem volt nekik adni. De hogy itt tényleg, hogy így most a mai fejemmel úgy gondolnám, hogy hát persze kimegyek a pusztába és adok nekik enni. De hogy ott már nem ez volt a lényeg, hanem az jogosan volt náluk, mert már ott már a végidők voltak. De hogy ez egy jó darabig így volt, hogy mi így evangelizáltunk, mi éltük meg a csodákat, emberek jöttek oda hozzánk. Én ezzel kapcsolatban két dolgot nem tudok megérteni. Az egyik az, hogy minek kell evangelizálni olyan emberek felé, akik már meg vannak térve. Tudnélik. Azt mondja Jézus, hogy lesz olyan idő, amikor már nem lehet evangelizálni. Hát én azt gondolom, hogy amikor már beáll az a helyzet, hogy a sárkány kiáraszt egy folyóvizet, ugye ez a népeket jelenti, mert általában a víz, a tenger, a népet jelenti. A sárkány kiáraszt a szájából egy vizet, hogy elnyelje az asszonyt, de a föld elnyeri ezt a vizet. És a pusztába repíti
szárnyakon, tehát olyan természet fölötti segítséget kap, amivel hát kvázi biztonságban van. Tehát életben tud maradni. A puszta egyébként egy ilyen a megpróbáltatásnak a helyszínét jelenti. Valószínűsíteni lehet, hogy ez a hely, amit Jézus mond, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot, amiről Dániel írt, hogy odalakják arra a helyre, ahol nem kéne lennie, akkor fussatok a hegyekbe. Aki ott van a közelében, nyilván az fusson a hegyekbe. Mert a hegyekben, hát valahol ott a Jordán határnál vannak kisebb hegyek, nem túl magas hegyek, esetleg arról lehet szó. De a másik, amit nem értek, hogy ugye statárium van, illetve hát üldözés van, az emberek még ha teleportáció által is, de minek találkozzanak? Tehát milyen olyan emberek felé evangelizálni, akik azért vannak üldözve, mert nem vették fel a fenevad bélyegét. Akik nem veszik fel a fenevad bélyegét, azok nyilván okkal teszik, azok a hitből cselekednek. Tehát akkor érted, akkor egymást akarják meg evangelizálni? Nem. Itt egyedül arról lett szó, amit az előbb már mondtam, hogy a Dániel könyvében megírták, hogy családbeszéddel akarnak vagy belopakodni hamis tanítók, hamis krisztusok, hamis atyafiak. Dániel ír arról is, amikor az utolsó időkben a királyok majd hadakozni fognak egymással, és akkor az egyik király az hadakozni fog az asszony magvából valókkal. Tehát olyan személyekkel, akik effektíve nem a 144 ezerhez tartoznak, de hithűek, él bennük Istennek a szelleme, tehát ők Krisztus követőek is hitből élnek. Ők valóban nem vették fel a szellemnek, a fenevadnak a bélyegét. Na most ezek az asszony magvából valók, igazából akik a rendszer ellenségei. Szóval ezeket meg megint nem kell evangelizálni. A kegyelem felszállt, az atya visszavette a kegyelmet, megnyílt a menny, és mi elragadtattunk mindannyian. És utána meg már jött a borzalom. Előfordulhat, hogy ez, amit így láttál, ez nem egy konkrét dolog, hanem maga az a szellemiség, ami ezekre az emberekre jellemző lesz. Tehát nem biztos, hogy mi így leszünk egy védett városban, hanem minden embernek ott lesz a védelem az életén, és aztán ezeket a természetfölti dolgokat, ahogy Jézus is mondta, hogy sokkal nagyobb igazából csodákat fogunk átlenni. Igazából ilyen csoportokat láttam, csoportosulásokat, de nem voltak pásztorok. Hát Jézus volt a főpásztor, gondolom. De hogy mégis ezek, de csúnya, mondtam, hogy ők... mi? Hogy igen. Mi keresztények, mégis egyek voltunk, tehát egy gyülekezetnek minősültünk, és egy városban voltunk. Így tudnám elmondani, szóval, hogy jól mondod. Jó. Meg hogy a teleportálás alatt nem úgy volt, hogy oda repültünk. Teleport? Jó, mindegy, elragadtatás teljesen. Elragadtatás, mert nem úgy volt, hogy oda repültünk, hanem hogy itt voltunk, és utána már ott. Igen, ez Fülepnél is így volt, majd elolvasod a Bibliában, mert tudom, hogy... meg a válasz, hogy bármikor felmehetek a mennybe Istenhez. Sokszor csak úgy felmegyek, és csak megnyugszom benne, és csak megpihenek, vagy feltöltődök. Viszont van olyan, amikor úgy megyek fel, hogy én nem kapok semmilyen választ, mert sokkal zavaró tényező, és mondjuk egy embernek ez a szolgálatomban fontos lenne tudnom, hogy szolgáljak felé, akkor felszoktam menni, hogy atyám, mondd meg, hogy mi az. Mi az, amit kell mondjak neki, hogy tudok felé szolgálni,